Üdvözlök mindenkit, Devon vagyok. A mai videóban egy meglehetősen ramagy állapotban lévő laptopot fogok nektek bemutatni. Na de most, hogy mégis el tudjátok képzelni, mégis mi volt a problémája. Hát gondoljatok bele, hogy egy laptop monitorba szurkot öntötök. És ez a fekete massza így elkezdi terjedni, mint a betegség. És a laptop jobb felső sarkából egészen elterjedt a bal alsóig. És na igen, ez így meglehetősen kellemetlenül hangzik, ugye teljes mértékben használhatatlanná tette a laptopot külső monitor használata nélkül. Éppen ezért gondoltam azt, hogy hát, mivel a javítatása sokkal drágább lenne, mint maga a laptop, amennyit ér, ezért mi lenne, hogyha megszabadulnának a monitorjától? Bizony, végül is, asztali gépnek még jó lehet. Mint láthatjátok, eléggé komolyan szét kellett csesznem a laptop belsejét, hogy végre hozzáférjek azokhoz a kisebb részeihez, amik ugye megtartják a monitort. Illetve nagyon nagy szomorúsággal és csalódottsággal töltött el az, hogy ebben a laptopban is, pedig ez régebbi kategória, ahol még ugye szerelhetőbbek voltak a számítógépek, hogy itt is szét kell az egészet baszni azért, hogy hozzáférjen az ember a HDD-hez. Érted? A HDD-ről beszélünk. Jó, a RAM-hoz hozzáfér az ember, de hogy egy HDD-t ne tudjon normálisan kicserélni egy SSD-re, anélkül, hogy minden egyes csavart kiszedne, illetve a billentyűzetet is felszedné, illetve a billentyűzet alatt lévő fedlapot is feltépné, anélkül nem tudott kicserélni. Jó, de most egy kicsit essünk túlzen a szomorúságon. Ugye miután szétberheltem a laptopot, szétszedtem a monitort, levettem belőle, utána megvágtam a wifi kábeljét, majd pedig a laptop két oldalára így felzikszalagoztam. Jó, ez most viccesen hangzik, viszont tökéletesen működik a továbbiakban, így is a wifi-je. Ugye láthatjátok, egy kicsit megtakarítottam, hogy azért mégis tisztán kerüljön az asztalra, majd pedig egy kisebb kábelmenedzsment után, amit én nem hívnék kábelmenedzsmentnek, mert minden csak behajítok a helyére, aztán hagy menjen, el is indíthatjuk a számítógépet. Na most ugye, mivel a HDD van benne, ezért a boot időről inkább nem beszélnék, az baromi sok, de nem szerettem volna többet áldozni most erre az egész akcióra. Főleg igazából azért, mivel amire én használom ezt, arra tökéletes, én például TV okosítóként használom ezt a kis asztali GPA-t operált laptopot. Most láthatjátok a laptopnak a specifikációját, meg kell, hogy mondjam, azért a pénzért, amennyiért sikerült beszerezni, szerintem egy meglehetősen jó árérték arányú számítógépet kaptunk. Most persze lehetne velem egy kicsit vitatkozni, hogy hát Devon, hát hogy néz ez ki, hát milyen gusztustalan, miért nem csináltál te is egy ilyen DIY számítógép házat, mint a prók szoktak, ugye YouTube-on, hogyha mondjuk egy MacBookot szétszerelnek, és akkor beleépítik egy saját képzeletük által kreált ilyen fadobozba, ami zseniálisan néz ki. De most a válaszom erre az, hogy engem ez nem érdekel. Nem érdekel, és nem szánok rá időt, illetve nem is értek hozzá. Szóval, hogyha akarnám, se tudnám megcsinálni olyan szinten és minőségben, mint ahogy azt ugye elképzeltem azelőtt. Amennyiben érdekelnek olcsó és hasznos kütyük, mint például az én USB elosztóm, amit már körülbelül másfél éve használok, az a linkbe megtalálja ezeket a kis apró lehetőségeket, és mivel ünnepek előtt vagyunk, ezért eléggé nagy leárazások is vannak, főleg az újonnan regisztrálóknak. Szóval, nézzétek a linkeket! Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, most iratkozz fel a csatornára! Devon voltam, sziasztok! We'll be right back.